macro November. Tűnikas nád, jaj, de régen nem adtál, száradjon el a köldököt, ha én hozzám nem dörgölöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Tengelmét tiszteletem, kezüket csókolom. Hát körülbelül annyi embert érdekel ez, mint az középkori francia balladák magyarra fordítása, körülbelül ennyi embert izgat. De ha tetszik nekik, hanem elkezdem a műsort. Hölgyeim és uraim, ma a magyar népi hangszerek fúvós szakosztályának bemutatását terveztem. Ők itt láthatók az asztalon már kipakolva, és elkezdjük a legelsővel, a furujával. Ezen ugye, ha megnézzük, szembefordulok nagy érdemű publikummal. Tehát, ha figyelmesen megnézik, ezen látható a hat lyuk van, ez a furuja, ami elveszítette a nevét, ugye, mert ő az eredeti, tehát ő a furuja, de a blokkflőte, amikor bekerül hozzánk a reneszánsz idején, akkor nem volt rá szavú, és megkapta a furuját. Úgyhogy őt hívják most már népi furujának, ő a hatukú, és azt a egyébként kikérném magamnak a nevében, mert hogy azért sokkal nemesebb, összetettebb, bonyolultabb hangszer, mint ez. Látható, mutatom a hangját. Olyan, mint a blokkflőtének a hangja, de ezen másképp játszunk, mint a blokkflőtén. Megmutatom még egyszer. Játszunk egy kis Dunántúlit, ott nem használunk még semmi technikát. Vagy a furujának a hangja, és amikor én úgy döntöttem, hogy én szerzek egy ilyen hangszert, akkor nem lehetett kapni a triában, nem volt ilyen. Azt mondták, hogy csak blokkflőte volt, azt mondták, menjek el egy vásárba, és ott keressek egy fafaragot, annak háta van. Mentem, és volt egy bácsi, ki voltak téve a furuják, felvettem. Nem jó, biztosan. Következő, az sem. Egyik sem volt jó, mert hogy én a rádióban hallottam, és nem olyan hangja volt, mint ott. Mondom, ez nem az a furulja. Az öreg nézte, azt mondja, miért? Hát mondom, nem jól szól, nem az szól, aminek kéne szólni. Adja ide. Hát ez mi volt? Hogy? És akkor derül ki, hogy azt úgy kell fújni, hogy úgy szóljon. Hát ennek egy speciális játékmódja van. Ezt nem mesélem el, a leglátványosabb része az, amikor bele énekelünk, vagy ahogy ott mondják, bele dödögünk a hangszerbe, ezzel ritmusban. Moldvai Csángó dalamot fogok játszani, ezzel a bizonyos bele dödögés.
lefüggést és az olyan vibrátó okozza azt, ezt a hangzást. Ennek a hangszernek a hangjára bármilyen hihetetlen táncházakat, tehát mulatságokat rendeznek. Ennek a, ott úgy hívják, hogy sűvöltő, az ennek a rendes neve, és a sűvöltőnek a társa az a dob és a kobza. Úgyhogy azt majd hozzá kell képzelni. Na most, ezek a furuják, ezek egyformák, ugye tulajdonképpen, ez is hatjukú, egy másik hangolású hangszer, ezen mondjuk, ezen tulajdonképpen ugyanúgy szól, semmi érdekesség nincs, ez egy rezelt fejű szilvafa hangszer, hanem amem egyen érdekesebb, az szintén a furuja félét családjához tartozik, őt úgy hívják, hogy kaval. Ilyen szél, olyan, mint a kavar, csak nem erre a vége, hanem ló, kaval. És ő már nettó hatjuk, tehát a bruttó hatjuk, mert ilyen nettó öt. Öt lyukú, mert hogy ez már felhangokon játszik igazából. Az alaphangját már nem is tudjuk, hát meg tudjuk fújni, de nagyon hal. Balkáni hangszer, tehát az egész Balkánon, Törökországtól, Észak-Afrikán keresztül, mindenhol jelen van, és román közvetítéssel jut el hozzá. Ezen most eljut Moldvába is, meg Dimesbe is, ugye ez a két csángó, ugye a dimesiek azok bennmaradtak Magyarországon, a moldvai csángók pedig ugye elcsángáltak, kimásztak az ezer éves Magyarország területéről Moldovába, amit ugye mi Moldvának nevezünk. Na most Dimesi csángó zenéből fogok játszani, egy románcát fognak hallani. Ez egy táncnak neve, és ugye öt lyukon játszom, és ugyanúgy dödögök bele, meg ajakvibrátozom. A leghosszabb, legalábbis a magyaroknál, ezt a hangszert, hát nagyon elmésen úgy nevezik, hogy hosszú furúja. Mert ez a meglepő neve neki, mert hogy hosszú furúja. Ezzel a Dunántúlon elterjedt hangszer, kásztorok kezébe található. Nagyon halk, ennek már az első átfúvás sem szól, az alaphang meg végképpen. Csak a felhangokon tudunk játszani, és nagyon halk. Vagy állva játszanak rajta, vagy fekve. Ugyanis ülve nem lehet, nem érjük el, mutatom. Az orrom még ér. Mit láttál? Így is, ha állva játszok, az utolsó két lyukat úgy fogom befogni, hogy ezzel az új perccel, ezt meg ezzel az új perccel fogom tudni csak megfogni, különben ugye nem érem el. Tehát kecske duzzal nagyon ügyes, ha ez jól van. Az is hamarosan sorra kerül. Tehát a hosszú furúján fogok most játszani, méghozzá egy nagyon szép somogyi csendes csárdást, álom esett a szemembe. Bocsánat, csinálom. Gondolkoztam valami fekvő, vagy álva fogsz játszani? Álva. Aha.
esett a szemembe, hajna vesse ki belőle. A hajna ki nem veti, kis angyalom öleli, kis angyalom öleli. Szárú cseresznye, rab vagyok érted, menyecske. Rab életem, rab halálom, rab vagyok érted, virágom. Rab vagyok érted, virágom. Úrúja féléken, és itt van még kettő olyan sínos hangszer. Az egyik a híres körte muzsika, ami itt látható a kezemben. Ennek a hivatalos neve, ez okarina. Ezt ilyen öntő formákat szereztek a különböző cserepes, tehát fazekasok, és ilyen ajándéknak gyártották őket, kiöntögették, és ilyen gyerekeknek vitték játéknak. Ugye ezzel lehet utánozni a kakukkot. Ugye ez a meglepően egy nagyon ilyen pici hangszer, ilyen vékony, magas visító hangnak kéne szólni, és mégis ilyen furcsa mélyen szól. Hát ezt a hangszert a délvidéken, ugye a rácok azok a szervek, akik itt Magyarországon élnek, a szervek, tehát a rácok használják, méghozzá a tambura zenekarba színesítő hangszerek. Most egy csizmaverő kólót fogok játszani ettől a rácoktól. Csak nagyon picit a lyukak, hogy be kell igazgatni a kezemet, mert... Muzika, és van még egy ajaksikus hangszerem, ő az írek hangszere, tehát azért, hogy ugye a speciális játékmód különbözteti meg ezeket a hangszereket, ahogyan játszanak rajtuk, ez minden nép hangszerére igaz. Minden népnek van egy ilyen hatjukú hangszere, mindenkinek. A kínaiaknál úgy hívják, hogy di, ami egy hangutánzó szó, ugyanis egy sima hatjukú furujaféle,
és ide a szélhasító után nem sokkal vágnak egy olyan hüvelykújnyi lyukat, amire halhólyagot ragasztanak, felkötözik rá, ragasztják, és amikor ez megszárad, rá felfeszül, akkor mint az a gyerekjáték, a kazu nevezetű, egy furcsa, ahogy játszanak rajta, megzizzen ez a halhólyag, és ez a dí hangot utánozza, és innen van a neve. Ilyet most nem hoztam, de az íreknél pedig ez a hangszer, ez a penny whistle, az a neve. A penny egy a filléres fütyülő, így lehetne lefordítani, de úgy is le lehet, hogy arra a penny az részből van, ez is részből készül, részcsőből van, hogy ez a részfán fütyülő, ugye ez a magyar fordításban, hát itt van egy igazi részfán fütyülő, ez nem műanyagból csinálták, hanem fából vagy csontból faragták annak idején, de a lényeg a vékony fal, ugye megmutatom mi a különbség, ha ezen a hangszeren csúsztatom az ujjaimat, jól hallhatóan, tehát a skála hangja jönnek ki egy kicsi csúszással közben. Mert ennek falvastagsága van, ennek annyira nincs falvastagsága, hogy gyakorlatilag olyan, mint a dugós fúrja, mutatom. Ugye? Folyamatosan, mintha egy dugót tolnék fel benne, és ezt a játékmódot alkalmazzák az írek, ettől lesz íres a fúrú játék, ami egyébként ugyanaz a furúja, mint a furújám, ugye, igen, de most nem ezt akarom játszani, hanem egy nagyon híresé vált ír szerelmes dal, ez a Titanic, ami sokkal hosszabb, mint jó filmnek a híres betét dala volt, amit nem a zeneszerző, aki kivonik a zeneszerzőnek, az egy ír szerelmes dalt dolgozott fel tulajdonképpen, és ennek a furúja szóját fogjuk hallani. Jól hallható volt ez a bizonyos csúszásos technika. Ez az, amitől valami íres lesz. És akkor a többi pásztor hangszer előtt még bemutatok egy szintén gyerekjátékot. A középkorban csinálták fából, egy falemezből behasították a nyelvet, és ez a hangszer a dorom. Egyébként szoktam csokit ígérni annak, aki kitalálja, hogy milyen, persze a növendékeim között, mert ugye itt azért nem kell tudni, hogy milyen hangszer, milyen van a fúvós hangszerek, pengetős hangszerek, ütő hangszerek, akkor ugye a zongora egy összetett ütő hangszer. Senki mindenki azt mondja, hogy az billentyűs. Igen, hát így is hívják, azok, akik nem értenek hozzá. De a megszólaltatás módja alapján nem fogják elni. Ez egy összetett pengetős. Ugyanis ezt a nyelvet én pengetni fogom, de így, hát meg is mutatom, tehát ha én ezt így megpengetem, hát akkor nem történik semmi. Ugye? De ha beteszem a számba, nagyon sok szájszél ragasztást csináltunk, amikor megtanultuk a ugyanet. Szétvág. Ha nem figyel az ember, pillanatok alatt véres lesz a szájszéle, mert ez szétveri, ugye szétvágja. Ha beteszem a szájüregbe, akkor már hallhatóvá válik a hangja, és akkor lehet hallani a híres trapper reklámos effektust, ugye? Ugye ez a változtatom a szájüreg méretét, és változik a hangja, és én most ezen a hangszeren Magyarországon van két falu, ami hát azt mondhatjuk, hogy színromán. Az egyik falu Elek, a másik falu Mékeni. És Elek 85%-a román, a maradék 15% szlovák. Tehát, de ez itt van Magyarországon.
és nagyon különleges mind a két falu, Mékerék is, meg Elek is, Mékeréken még több román van, ott 90% felett van a románság. A románok, a román nézőnek kutatók ide járnak át, ugyanis ezek a románok a középkorban jöttek át Romániában. Szó szerint a középkorban jöttek át, és hozták a nyelvüt, az akkor beszélt román nyelvet, és hozták a hangszereiket, a zenéjüket, a táncaikat, és mivel elzártan élnek, egymás között házasodnak egyébként, tehát eleki mennyecskét veszel a mékerékű fiú és fordítva, hát hogy ne legyenek egyre nagyobb fejű utódok, ugye ez a, mint a család, mint a híres királyi családokban. Úgyhogy a, de mivel elzártan élnek, ezért az nem fejlődött a zenéjük. Tehát nem volt új stílus, nem volt új irányzatok és stb. És az igazi archaikus román zenét Magyarországon lehet felgyűjteni. Én nagyon szeretem a muzsikájukat, elképesztő fazonak egyébként. És a Mékeréken egy Mininsuava, ez az Miliceumnak mondják a magyarított románok, magyarított románul, ami azt jelenti, hogy apró, egy Mininsuavát fogok játszani, de előtte megmutatom, mert ezzel nem lehet hallani, olyan, mintha viccelődnék, vagy hülyeskednék, de megmutatom, hogy halljátok, vagy halljátok, hogy bocsánat, hogy ez igazából dalom, és ezt kísérnek, táncok vele. Nem viccelek. És kezdi előről, tehát most már halljátok, hogy mit kell hallani, és most megmutatom, hogy hogy játszák ezt. Négy kerék. Kedves Gergelem, mi van, hogy mit csináltál, ahol? Tehát a Gergel sültült a pincébe. Ugye már mondtam, hogy süvöltő a neve, ott, ha azt jelenti, hogy játszol a süvöltőn, az sültül. Sültülsz. Sültült. Gergel sültült a pincébe, furuljázott a pincébe, Egelicsnek pedig a verandát hívják, én táncoltam Egelicsbe, édes Gergelem. Cső. Tehát, és akkor a még, ami nagyon érdekes, ugye azt mondjam, anyám édesanyám, csóván legény voltam, lefeküdtem vala sapatak partjára, és sárik eskit kígyó, bébút kebelembe, s aki azt kiveszi, fél karját megeszi, talán édesanyám, talán kent kiveszi, s mint sábotál legyek, s a fél karom nélkül, inkább botál leszek, s a legényem nélkül. Most nem énekem tovább, az a szeretet próbája balada, ezt a felvételt ott készítettem, a, ugye sárgeskit kígyó bébút kebelem, mi az úristen, kicsi sárga kígyó, azt jelenti. Mint sábotál legyek, hogy lehetnék el a fél karom nélkül, inkább el leszek a legényem nélkül. Mint sábotál legyek, inkább botál leszek. A másik, hogy a jövő idejű, tehát a feltételes módú létigének van jövő idejű alapja. Elmondom, miről beszélek. Mi azt mondanánk, hogy igaz lettél volna, ugye, múlt idejű alatt, el se hagytál volna. Ott úgy mondják, hogy igaz lettél lenne.
el se hattál lenne. Ezért mondom, hogy az ember füle mi van? De meg lehet, pillanatok alatt át lehet szokni, középkori magyarra, és bizony nem csak a beszéd, de a zene is. No, ezt a kis közjátékot még muszáj volt elmondanom, és akkor rátérünk a nagyságos fejedelem kedvenc hangszerére, ugye? Kicsit száraz lett a lepényesünk. Köszönjük ezt a... Hát, le is, vagy történelmet, meg mindent így egybe. Hát itt az az igazság, hogy ezt nem lehet elválasztani. Nem tudom, akkor valószínűleg tetszik ismerni a Ignác Rózsának az igazi Idilikó című meséjét. Igen, 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 igen. Hát ez volt az én gyerekkori kedvenc. Igen, igen, igen. Nagyon szerettem. Na most... Unokám, az olasz unokámnak felolvastam. Na, hát így kell. Imádkozik. No, azt mondja, hallgassunk egy olyat, ami anakronizmus, ami nem is létezik. Már is mutatom. Rákóczi szabadságharcának, a kurucainak, ezek kuruc nóták. Most ezt sohasem hallhatta Rákóczi Ferenc. Ugyanis ez a hangszer nem az a hangszer, ami a tárogató. A tárogató egy tenor méretű töröksíg. Duplanádas, olyan, mint a kígyó bűvölöknek a duplanádas hangszerem, és ezt a török hadseregben használták jelző hangszernek. Na most ebben az a poén, hogy ezt szándékosan választja a nagyságos fejedelem a jelző hangszernek a török hadsereg által még jelenlévő, vagy hát nem régen itt hagyott, ugye, Lipót felszabadít minket, arra se benné meg, hagyott volna úgy, hogy mondták, hogy a három része szakadt Magyarországon, ugye, a török rész, a török először lekaszáltak mindenkit, nem, aztán rájöttek, hogy nincs, aki műfeje a föld, akkor azt mondja, hogy jaj, mennyi dolgozzál, nem baszogattunk itt, hanem csak Erdély ugye bepucsított, az nem volt semmi, néha átjöttek a jó székelyek, azt lekaszaboltak egy-két vasát, meg ezért, és ugye a fent, a felső háromszög, az pedig az osztrákokhoz került, és a leírásokból tudjuk, hogy a legrosszabb volt. Ott volt. A Habsburg uralom alatt ott volt a legrosszabb. A török is jobb volt. Meg a... Hát ugye Erdélyben nem volt semmi. És a, hát ott volt nehéz sorsa a parasztoknak. Na most, ami a lényeg, hogy ez a hangszer borzasztó penetra. Ugye miért kell jelző hangszer? Mindenki, ugye nem volt telefon meg a rádióadó elő. A hanggal jeleztek, tehát a fővezér nem ment a csata elején ott ordibált, hogy szaladjatok, mi jobbra megyünk, hanem fent a dombtetőn, ugye kukjáról nézte, hogy mit csinálnak a hölgyben, és utasításokat küldött hanggal.
Méghozzá nem az, hogy egy jó torkú ott ordi bárt, mint a Krim Zsolti ugye a bábszínházban, hogy bárt, menjetek! Hanem hangjelzések voltak, amiket minden ezred kürtös, vagy ezred tárogatós megtanult. Az osztrákok kürtöltek, szánykürtök, mi is azt mondanánk rá, hogy trombita. A magyarok tárogatón játszottak, ami nem más, még egyszer mondom, mint egy török síp, egy tenor méretű török síp. A neve onnan származik, hogy ugye este, amikor véget ért a csata, akkor ha van nálad egy kalapács, minden úgy néz ki, mint egy szög, ugye, van nálad egy tárgatós, jaj, játsz már azt a szép dalt, hogy amikor az én kedves, és ugye közelről ez fáj. Tehát kibírhatatlan volt, ilyen undorító, recsegő, a falon állt meg. Tehát ez a legnagyobb ágyú tűzbe is lehetett hallani. Ezért beszorították a térdük közé a végét, hogy tompítsák a hangját, és úgy játszották este a tábortűznek a kérdéseket. És ugye nagyon hamar rájönnek, hogy nyitott, ugye kitárták a térdüket, visszazárták, hogy megváltozik a hangszín, és ezzel játszottak, és innen van a neve, hogy tárogató. Na most a tárogató, ez a hangszer. Ugye a nagyságos fejedelem elbukik. Na megint. Ez a történet nagyon sokszor lezajlik a magyar történelme. És annyiszor kikaptak a tárogató hangjára, tehát jobban tudták a labancok, a felhívójelet, mint a gurucok. Meghallották, hogy ugye... Ez a támadó, ez egy felhívóját. Elhaigáltak, volt olyan csata, ahol elhaigáltak mindent és elszaladtak. Mikor meghallották, nem vicc. Mert ugye annyi, és annyiszor kaptak ki a tárogató hangjára, hogy amikor elbukik a fejedelem harca, összegyűjtik az összeset és elég. Hatalmas mágiákat raknak, és elégetik az összes tárogatót. Na milyen a magyar, beásták trágyába, felrakták a padlásra, elbukták, majd bekerültek magángyűjteményekbe, később közgyűjteményekbe, és a 19. század közepén, a nemzeti romantikák idején egy Sunda nevezetű cseh származású hangszerészmester, aki magyarabb volt mindegyiknél, azt kell, hogy mondjam, mert ő találja fel, ő építi meg a címmal. Bázolj. Ezt kevesen tudják, kis nyakba akaszthatós kis tim-tirim-tirim-tirim, úgy is hívták cukrosláda. Ő azt mondja, hogy ez ilyen érdekes hangszer, mert ugye Perzsiából kerül ide ez a nyakba akaszthatós kis valami. Ezt megépíti 5,5 oktáv acélhúrok, páncélkőke, úgy is hívták, hogy magyar zongora, pianoongra, ez volt a neve. Tehát Franciaországban imádták egyébként. És azt mondja, hogy ez a magyarok hangszere. De nem elégszik meg, keres egy olyan hangszert, ami csak a magyaroknak van. És megtalálja közgyűjteményekbe a tárogatót. Megmutatom, hogy néz ki. Képzeljük el ezt a fa testet billentyűk nélkül. Csak a lyukak. És így néz ki a vége. Ez majd mindjárt kiderül, hogy miért fontos ez. És ez, ugye a nádakat nem tették el, azokat nem rejtették el, talál egy ilyen testet. Hangszer, és hát Rákóczi. Magyarország, a Franciaországban a mai napig van Rákóczi kultusz van. Ugye a szíve ott van. Igen. Tehát, és Berlioz majd úgy jön ide gyűjteni, az összes Rákóczi nótát összeszedi, és megcsinálja belőle a Rákóczi intót. Amit egyébként aztán visszafolklorizálódik, ez is egy érdekes előadás lehetne, de nem az a lényeg. Megtalálja ezt a hangszert, nem tudván, illetve tudja, hogy dupla nádas, de kipróbálnak egy török, angol kiút nádat kipróbálnak, és hát megretten a hangjától. Anya milyen volt, hogy Jézus Mária, mi már? És hát ez biztos, hogy nem. És rá a dupla nád helyett rátesz egy fúvókát. Ez azért tudjuk, hogy ez pontosan így történt, mert ez a piruettnek a helye. Ide egy fa vagy bőrkorong kerül, és ebbe a lyukba dugják a nádat. Ugye a hangszerjátékos bekapja a hangszert, a nádat, és erre a piruettre támasztja a száját, felfújja a száját, és körnézéssel fújja. Mint a kígyó bűvölő. És olyan hangja is van egyébként. És ezzel adja a jelzéseket. Ugye. Na most, ez ugye ő
aki csinál egy, ugye a fúvókába csinál egy furatot, hogy erre rá lehessen tenni, és ezzel Anton Sax, vagy Adolf Sax előtt 70 évvel feltalálja a szaxofont. Ugyanis ez a hangszer nem más, mint egy szoprán szaxofon fából. És ezért mondom, hogy ezt a nagyságos fejedelem soha életében nem hallhat ezeket a dolgokat, mert az nem ezen a hangszeren szól, hanem egy másik hangszeren. Amikor ezt megcsinálja a Sunda, óriási, ellátja a billentyűkkel, óriási sikert arat a hangszer, az összes többi hangszerész is vásárol, megveszik és lemásolják, hát ez óriási üzlet. Ketten tárogatóztak, akkor boldog és boldogtalan. És mindenki cimbalom kísérletes tárogató darabokat ír, de halálkomolyan, Magyar Ábrán címmel, és ugye a magyarságnak ez egy megtestesítője. A Stóvasser Ignác, aki szintén magyar hangszerész, magyar érzelmű hangszerész, szintén csinál egy tárogatót, de az övé egy kicsit átméretezi. Egy kicsit kényelmesebb az el. Eső szép csendesen csepe, énekeljünk! Rózsa Sándor a kocsmába kesere. Ismétlés! Édesanyák, Stráza kislány! És ugye lova viszi messzire. Igen. Köszönöm szépen.